az autóváros. Ezzel a névvel hirdeti magát a Duna Autó itt a harmadik kerületben, én pedig eljöttem, hogy megnézzem, hogy valóban vannak akkorák, mint egy város, és hogy hány márkájuk van. Ebben a túrában segítségemre lesz Péter, aki a Duna Autó minden apró kis porcikáját ismeri. Szia! Kérlek, hogy amikor majd körbe megyünk, akkor sztorizgassunk, jó? Minden egyes márkához úgy tudom, hogy hoztál nekem valami apró finomságot, ugye? Készültem egy pár dologgal, mint mindig. Oké, szuper. Akkor nézzük. Ez itt Volvo volt korábban, nem? Bizony. Egy dolog állandó nálunk, a változás. És hogy erről a márkáról egy kicsit meséljek, tavaly képzeld látogatást tett nálunk Suzuki úr, személyesen. És egy nagyon fontos dolgot mondott nekünk. Egy dolog volt, amire nagyon kíváncsi volt az elektromos autón kívül, hogy kik alkotják a Suzuki csapatot. És egy vágya volt, hogy azokkal fotózkodjon. Hogy találkozzon velük. Igen. Igazi japán mentalitás, és kihívták a Suzuki stábot? Így van, és csinál, készült egy fotó, és azt mondta, hogy ti vagytok a Suzuki arca. Ez annyira japán, annyira szeretem. Jó, menjünk tovább. Hát ezt felismerem magamtól is, ez itt egy Kia szalon. Igen, és a Kiáról mindenki nagyon sokat tud, hogy 7 év garancia, hogy nagyon lendületesen jönnek, viszont amit nagyon kevesen tudnak, pedig egy friss információ, és nehezen kötik össze, hogy a New Yorki év autója választáson a sportautó kategóriát az EV6 GT nyerte, ami egy elég meglepő fordulat ettől a márkától, azt gondolom. Volt hozzá szerencsém, és most jöttem azzal az EV9 bemutatóról, úgyhogy tényleg meg tudom erősíteni, hogy nagyon megy előre a márka. Menjünk is tovább. A Mitsubishi márka szinte összeköttetésben van velünk, hiszen az egyik első márkánk volt. És egyébként az egyik alap szlogenjük, amit kevesen ismernek, az nagyon beégett a mi céges kultúránkba. Az megy. Ugyanis a Mitsubishi azt mondta, hogy a Mitsubishit a kis dolgok tették nagyjá. És ez egy nagyon fontos. De szép, ez is nagyon japán. Viszont szívem szerint időben visszaugranék egy 30 évet, és itt Evo-kat látnék. Lancer Evo-t, de hát ez a korszak elmúlt, ugye? Most már csak ilyen crossover SUV van a pillanatban. Crossoverek, igen, és szinte mindenhol megjelenik az elektromotor, vagy hibridként, vagy plug-in hibridként. A másik koreai. Nem is tudok olyan kereskedést, ahol a kettő együtt van. Igen, ez van elég ilyen? Nem. Magyarországon biztosan nincs. Ez elég ritka, ugye, hogy a két testvér egyébként egymás mellett megmutatkozik. Itt egy olyan érdekes információt hoztam, amit kevesen tudnak, hogy itt a logó az miből adódik, mert hogy sokan azt mondják, hogy egy H betű. Mutassam? Ez? Nem? Pontosan. Nem ez a logó? Így van, ez a logó, a készfogás a logó, ahol az ügyfél egyébként és az eladó találkozik, és, igen, és kölcsönösen tisztelik egymást. Várjál, és a Kia az minek a szimbóluma? Mit takar, azt tudod? Nem, azt meg én nem tudom. Nem biztos, hogy helyes a megoldás, mert kommenteljétek be, a hülyeséget mondok. Az pedig az, hogy Koreából érkezik, azt hiszem, vagy Koreában gyártják, vagy koreai emberek csinálják, azt hiszem, azt jelenti a Kia. De majd ezt fact check, valaki írja be, hogy így van-e. Na, menjünk tovább. Hát ez itt a legnagyobb bemutató termetek, nem? Igen, és a legifjabb üdvösként. És az MG márkával kapcsolatban ez egy picit olyan, mint a maga az autózás történelme, hiszen az autók, amikor az elején elindultak, akkor mindenki sebességmámorban élt, ugye. És 1931-ben egyébként az MG egy olyan sebességrekordot állított föl, egy 1100 köbcentis motorból, ami addig szinte szokatlan volt, hiszen 320 km/órás sebességgel tudott száguldozni ez az autó. Egy 1-1-es motor? Ez 1-1-es motorból, bizony. Ezt nem is tudom. És ma már ugye nem az a sebesség mámorában élünk, hanem sokkal inkább az elektromobilitásban, a hatékonyságban, az alacsony fogyasztásban, és ebben is remekel ez a márka ma, hiszen a Mobil 1-nek az autós tesztjében, ahol több mint 10 autót hasonlítottak össze elektromos hatótáv, illetve fogyasztás tekintetében, független szakértők, illetve újságírók, egyébként tőlünk is Magyarországról is mentek ide, ott gyakorlatilag az MG 4-es lett az, ami a legalacsonyabb fogyasztás produkálta. Ami pont ott áll, ugye? Egész pontosan itt áll. Szóval ez itt a legnagyobb szalonotok, a legmodernebb szalonotok, és a legfiatalabb márka van benne. Ez nem teljesen igaz, mert a legfiatalabb márka, az nem az MG, hiszen nagyon rég alapították. Jó, oké, de nálatok a kínálat. Nálunk a legfiatalabb. Ez is jelez valamit egyébként. Ez az autó pedig éppen most jön hozzám tesztre, úgyhogy ennek is látni fogjátok majd a csatornán a tesztjét, az MG4. Ehhez azért komoly reményeket fűztök, ugye?
Abszolút egyébként. Én azt gondolom, hogy így az elektromobilitásban ez az autó nagyon nagy sikereket fog elérni, és számos olyan technológiai újítás van benne, akár a fektetett apucellák, amiknek köszönhetően ilyen laposabb, egy kicsit jobban elférünk, mm-hmm. hátul végre nem kell a térdünket a nyakunkba venni, ami minden esély megvan rá, hogy sikeres legyen. Megnézzük, szigorúan. Most, hogy kijöttünk az MG-ből, egy nagyon kicsit kell itt a külső placon megtennünk, okay. És nem sokára be tudunk menni a Honda és a Nissan szalomba, ahol szintén... Jön a japán szekció? Jön a japán szekció, igen, egy időben gondolkoztunk tényleg is. Tényleg szét van mondva? Ennyire nincsen, de gondolkoztunk egy időben, hogy ugye csinálunk egy ilyet, hogy ázsiai rész, aha. európai rész, hiszen egyébként adja magát. De ugye a gyártóknak a különböző előírásainak kell megfelelni, ja, így viszonylag nehéz mozgatni ezeket a márkákat az adott uh-huh. helyre. Egyébként nehéz összerakni ennyi márkát egy helyre? Én azt gondolom, hogy nehéz. Nagyon nehéz, hiszen minden márkának teljesen más elvárása van. Ahogy megyünk be, látjuk is, hogy teljesen más egyébként a hangulat minden szalomban, és azt tükrözi egyébként azt az adott márkát, ami épp benne uh-huh. van, és hát ez nem egy egységes harculat. Jó. De pont ez a szép benne, hogy sokszínű. Na nézzük a Hondát. Honda. Nagyon szeretem. És nagyon kevéssé látszanak az utakon a Hondák. Igen, sajnos ez ugye nem annak köszönhető, hogy az emberek ne vennének Hondát, hanem hogy kevés a darabszám, nincs amit belőle, igen, gyártanak ide Európára. A Hondánál számos különlegességet lehetne hozni, akár a Forma 1 világában, akár a motorokról. Egy nagyon érdekes dolgot, és a fiammal kapcsolatban szeretném elmondani neked. Nekem volt egy ilyen Honda M, ami itt áll előttünk, uh-huh. és ez egy olyan autó, szuper kis autó, aminek a belső egyébként úgy van kialakítva, mintha egy szálloda hoteljében ülnél az aulában, és ami nagyon különleges, hogy a PS4-es rá lehet dugni, és az autóban lehet játszani vele. Tök jó. Jó, mert van rajta egy HDMI csatlakozó, emlékszem, mert én még a laptopomat raktam rá, amikor nálam volt. Így van, és 230 voltos csatlakozó is van. Szóval, jó, hogyha valakinek párni kell, akkor megvan, mivel itt él az időt. Hát, ha Nissan, akkor nekem mindig a Qashqai jut az eszembe. Igen, mert egy ikonikus darab. Korszakalkotó volt. Abszolút korszakalkotó, és a Nissanról sok minden eszébe jut az embernek, de hogy mennyire innovatív, az nagyon kevés, de gondoljunk csak bele egyébként, hogy az elektromobilitást is tömegtermékként, mégiscsak a Leaf volt, hozta el, ez az, ami elhozta. És egyébként az, hogy a mai arculat itt Európában autók tekintetében így néz ki, a crossoverekkel tömve, az pedig a Qashqai hozta el nekünk. Tehát mondhatni, hogy egy nagyon innovatív márka, és nagyon bátor. Mi a következő? A következő az a Renault lesz, ami szintén ugye a egy cégcsoport a Nissannal, erre mindig törekszünk egyébként, hogy az azonos cégcsoporton belül márkák viszonylag közel legyenek egymáshoz. Na, viszont ennek kapcsán én kérdezek tőled valamit, nemzetközi én ott voltam. Miért Ausztrál? Fogalmam. Azt jelenti, hogy déli, hiszen franciául, de megint segítsetek ki, nem beszélem a nyelvet. Szóval déli, és azért Ausztrál, mert délen gyártják fizikailag az autót. Tehát Renault Ausztrál. Semmi köze Ausztráliához. Ez egészen biztos, és ezt onnan is tudjuk, hogy mi, amikor terveztük a Renault Ausztrál bemutatóját, akkor gondoltuk, hogy nagyon innovatívak leszünk, és hát ChatGPT-vel megiratjuk a szöveget. Uh-huh. És ő bizony eltévesztette, mert ő... a kenguruk földje. A kenguruk földjével hozta azonossá a nevét. Igen. De ez gyakorlatilag most már de tudjuk, nincsen semmi köze így. Hozzá, mert az a déli, igen, azt jelenti. És a Megane Electric pedig egy jól sikerült autó, azt most pont nem láttam, nincs is bent, ugye? Itt áll kint. És szerettem is róla, szeretnék is róla majd beszélni neked, de először, egy picit, ha már az autós történelemről beszélünk, akkor a Renault volt az a márka, aki a Forma 1-be először behozta egyébként a turbomotor. Méghozzá egy 1.5-ös V6-os turbomotort, ha jól emlékszem, 77-ben kezdték el, aztán utána egyre többen csatlakoztak ehhez. És hogy megint ugye egy kicsit, hogy a világ hogyan változik, hogy a sebességről áttérünk ugye a hatékonyságra, itt jön a képbe nekem a Renault Megane E-Tech. Uh-huh. Ami egyébként most itt a portfólióban, és hát nagyon sok autó közül az egyetlen olyan, ami AC oldalon 22 kW-os. Ami egy nagyon jó dolog. Így van. Na akkor viszont a Forma 1, ha már így idehoztad, a turbomotoros korszakban mennyi volt a maximum teljesítmény, amit egy ilyen 1.5-ös turbomotorban hát a pontos számot nem tudom. Hát egy nagyságrendet mondjál. Edzésre tudták csak felhúzni, nem bírt sokat, mennyi volt? Én azt gondolom, hogy ilyen 1400 lóerő körül lehetett. 1500. Amennyire tudom. Megint fact check, írjátok meg a hülyeséget, mondtam. 1500 lóerő, és azt hiszem talán a BMW motorja volt a csúcs tartalma. Gyere még azért nézzük meg a koncern másik márkáját, a Dacia-t.
hiszen erről is nagyon sokan sok mindent tudnak, és mindenkinek az árértékarány, bajnok, és a praktikum, és egyebek jutnak eszébe, viszont nagyon kevés ember tudja, hogy a jégralliban 2012-ben a Dacia volt az, ami megnyerte egyébként a kupát, és a sofőr, aki vezette az autót, nem más volt, mint Alan Prost. Komolyan? Komolyan. Wow. Már a jégrallinak a létezését sem biztos, hogy tudtam. Én a Dacia-val úgy vagyok egyébként, hogy ár-értékarány. És abban pedig verhetetlen. Ez pedig az új logó már, ugye? DC. Abszolút. Vagy DeLorean egy kicsit másképp. Igen, egy kicsit más univerzum. Gyere, menjünk át a Volvo-ba. Nekem valahogy ti a Volvo-hoz vagytok kötve a fejemben. Nem tudom, miért sok autót vettünk tőletek Volvo-t. Ez egy ilyen markáns, hangsúlyos márka nálatok? Nagyon-nagyon hangsúlyos. Az első márkáink között volt szintén a Volvo. Ugye a hőskorszakban, amikor még ugye szétvált ugye az értékesítési pont és a szerviz, mi már akkor szerviz voltunk itt. És ami egyébként számunkra viszonylag fontos, hogy a Volvónak van egy versenye minden évben, amit itt Magyarországon és világviszonylatban is megrendeznek. És ez nagyon sokszor a magyar futamot azt mi nyertük, és világviszonylatban is viszonylag jó helyen állnak a magyarok, ami egy külön büszkeség tekintettel arra, hogy egyébként a Volvo hány országban és milyen darabszámokat ad el. És valahol egészen más a kultúrája. Volvo. Felismertem. Így van, és a Volvo-t ezt mindenki egyébként a biztonsággal köti össze, és ez nagyon fontos is, hogy 57-ben az első kétpontos biztonsági öv, 59-ben az első hárompontos biztonsági öv hozzájuk köthető, de itt van egy sokkal fontosabb szerintem, hogy úgy fejlesztették ki ezt az övet, hogy ennek a szabadalmát nem mentették, hogy nem védették le, annak érdekében, hogy minél több ember életet megvédjen. Becslések szerint egyébként ez több millió életet mentett meg azóta, és ezért egy másik sztorit szerettem volna elmondani neked, hogy honnan van a Volvo név, azt tudod-e? Volvere, gördülni. Így van, pontosan latin eredetű szó, igen. De hogy honnan jött? A valami csapágynak a gördülése? Egészen pontosan. Yeah. Az SKF csapágy volt, aki szintén ugye svéd és nagyon ismeri mindenki. Ők döntötték el, hogy autót szeretnének gyártani, de eredetileg egyébként egy csapágy sorozatot neveztek Volvónak. Majd rájöttek, hogy az autó az mennyivel jobb, és az kezdetekkor ott voltak ők is, aztán később kijöttek egyébként a Volvóból, tehát nincs ma már hozzá közük, de innen ered egyébként a Volvo név. Na, szerintem ezt se tudjuk mindannyian. Mielőtt átmegyünk az olasz autókat megnézni, javaslom, pihenőként igyunk egy kávét, lássák, hogy egyébként, ha már Olaszországba tartunk, akkor... Egy svéd kávé. Egy jó. Egy svéd kávé az olaszországi út felé. Akkor most jön a mediterrán érzés? Bizony, okay. Jön a Fiat és az Abarth. Minden reggel egy Abarth-tal találkozom az iskola előtt, az egyik ismerősöm, barátom hajt egy Abarth-ot, igen. De azt kevesen tudják, hogy a legtöbb évautója díjat a Fiat nyerte. Hmm. 9-szer volt évautója. Komolyan. És nem csak olyan legendák, mint a 124 vagy a 127. Punto is volt talán, Punto, ugye? Így van pontosan. A Punto, az Uno, a Bravo. Jó, az Uno. Vagy akár egyébként a mai napig hasonló formában érkező új Fiat 500-as. Ez pedig az elektromos változat. Ez pedig az elektromos változat, így van. Óriási, nagyon szeretem a hangulatokat, nagyon jól néznek ki. Látom, különleges kiadások is vannak. Red? Bizony. És ami még egyébként számunkra különleges ebben a márkában, az, hogy már többször beszéltünk róla, meg meséltem neked is, hogy ezt az okos szekrényt ugye létrehoztuk. És nem tudtuk először egyébként, hogy ez mire lesz jó, tehát mi azt gondoltuk, hogy trendi fiatalok, akiknek nincs idejük, ők fogják használni, ehelyett a nők használják legtöbbre. Ez a leadom az autómat, és valamikor majd leszervizelik, és visszatakom. Így van, és teljesen digitálisan nyomon lehet követni. És igazából a legtöbb ügyfelünk nő, és a legtöbb modell, amit leadnak az okos szekrénybe, az a Fiat 500-as. Milyen jó, hogyha van adatod. Bizony. Bár én azt gondolom, hogy se a Peugeot, se a Citroen nem kell bemutatni senkinek, hiszen mindenki ismeri ezeket az autókat. A Citroennel kapcsolatban nagyon sokan tudják, hogy egy számos technológiai újítás kötődik hozzájuk. Ugye akár a hidropneumatikus felfüggesztésről beszélünk, de például egyébként, ha már a biztonságnál megemlítettük egyébként a Volvo-t, akkor hagyj említse meg a Citroent is, aki sorozatgyártásban először tett tárcsaféket. Első kerékhajtás is talán tőlük jön. Az első kerékhajtásban igen, de egy teljesen másik sztorit szerettem volna elmondani a Citroennel kapcsolatban. Egy francia miniszterelnökről szeretnék beszélni, méghozzá De Gaulle-ról,
aki legendás egyébként, hogy egy merénylet volt ellene, amikor egyébként egy Citroenben ült, összesen 14 golyót kapott ez az autó. Dugó egyébként egy büszke ember volt, és azt mondta, hogy jöjjön, aminek jönnie kellett, úgyhogy nem volt hajlandó lehajolni, amikor lőttek rá. Oh. És ami egyébként a hidropneumatikus felfüggesztésnek köszönhető, és itt nagyon megmutatkozott, hogy három keréken ment. Kilőtt keréken, igen. Ki volt lőve, igen. A kereke. Igen. És végül is egyébként a merénylet nem sikerült. Ezt így ilyen részletében nem ismertem. Úgyhogy ez is ehhez a... De az egy DS volt, nem? Az egy DS volt, így neki van. A DS volt, neki volt a DS volt az autója. Igen. Így van. Igen. És ha már itt vagyunk a francia részen, akkor a Peugeotról is egy picit beszéljünk. Az oroszlán. Az oroszlánról, így van. Ami szintén egy statisztikát hoztam, amit szerintem nagyon kevesen gondolnak, hogy a tavalyi évben, tehát 2022-ben Európában a legeladottabb modell... 208. Így van. A 208-as. Én azt gondolom, ez nagyon sok embernek fájhatott, nagyon sok gyártónak, de bizony a 208-as volt a legeladottabb modell. Igen. Ami azért tükrözi ennek a márkának a mai erejét is. És most, hogy egyébként ezt a francia vonalat így picit megnéztük, menjünk át egy sokkal dinamikusabb mediterrán márkába. Még van mediterrán márkába? Bizony, hogy van. Oh, mostani nagy kedvencem ez a márka egyébként. Azt gondolom, hogy nem véletlenül, és amikor egyébként az MG szalomban egy picit kijavítottalak, hogy a legfiatalabb márka, azt emiatt tettem, hiszen okay, ez a márka értem, 2018-ban. Értem. Ez egy alig 5 éves márka. Így van, pontosan. Ez a Cupra. Ez a csak Cupra. Hogy mondjuk ki, hogy tudják, hogy ez a Cupra. Igen, ez a Cupra, és hát a Cuprát számos érdekesség övez egyébként, hiszen egy nagyon fiatal márka, az egyik, amit biztos kevesen tudnak, hogy a fiam egyik kedvenc márkája, de ez okay, csak nekem fontos. Ezt még én sem tudtam. A másik, ami számomra most egyébként... Most adtok vissza a tesztautót, csak így rámutatok a Formentor VZ5-re. Jó volt. Igen, 5-hengeres Audi eredetű motorra, csak mondom. Pont abból egyébként, hogy ilyen fiatal ez a márka, nekem egyébként megdöbbentő volt, mert ilyet még nem láttam. Nagyon sok márkának voltam az előadásán már, és erről talán korábban mi is beszéltünk, hogy ugye a jövő generációs kuprákat, a belső terét, meg az egész formavilágát úgy tervezik, hogy ugye a mai fiatal generációnak uh-huh, nézik meg, hogy milyen ikonikus elemei uh-huh, vannak. Ami számunkra lehet, hogy nem teljesen egyértelmű, de ugye nekik ugye például egy PlayStation kormány, aha, vagy akár egy-egy aha, mai márkás cipő, és ezekből próbálnak ihletet meríteni, hiszen ennek a márkának a következő vásárlói bizony ezek a fiatalok uh-huh, lesznek. Az a Cuprának a sikere, meg az életben maradása, meg a jövőjének a titka, amit pont elmondtál, hogy a mai fiatalok nem akarnak olyan autóba ülni, amiben az apjuk vagy az apjuk barátai ültek. Nem akarnak beülni mi abba az autóba. Nekik új kell. És ezért van a Cuprának sikere. És ez milyen okos gondolat? Én is egy dolgot tudtam fiatal, hogy Warburgot nem szeretnék. Én ugyanígy voltam. Olyat, amilyen az apámnak van, olyat biztos, hogy nem. És ez a márkának az egyik építő alapköve. Hogy ne olyat, mint amilyen a másik az öregebb generációknak van. És most, hogy a legfiatalabb márkából megyünk, átmegyünk a világ harmadik legrégebbi autómárkájához. Világ harmadik legrégebbi autómárkája... Hát ugye akkor a csehek? Csehek, bizony. Ugye? Skoda? A Skoda. És mikor a Skoda? Hát ők autógyártást azt 1800-assal kezdődő években kezdtek még? A motorkerékpárt azt igen, motorkerék. És talán az autó nem sokkal később egyébként, az is beindult. Nagyot ment ez a márka az elmúlt 30 évben. Na milyen érdekességet hoztál? Szerintem mindenki tud mindent a Skodáról. Mindenki ezt gondolja, de én egyetlen egy dolgot hoztam, csak az alapítókkal kapcsolatban. Václav Lauden és Clement, róluk ugye sokat tudni, hiszen egyébként a mai napig őrzi a legmagasabb felszerelést. Viseli az LNK, az ezt jelenti Lauden és Clement. Igen, pontosan. És hogy ők eredetileg mivel foglalkoztak, azt viszont kevesen tudják. Nyilván sokan sejtik, hogy az egyik gépészmérnök volt, valamelyik gépész volt, az biztos. A másik viszont könyvkereskedő volt. Oh. És így alakították ketten tudtam együtt a Skodának az elődjét, és innen számoljuk először a motorkerékpároktól, majd az autótól ezt a márkát. Én azt gondolom, hogy a márkákkal körbeértünk nagyjából, viszont van egy olyan különleges rész még, amit nagyon sok embert izgat, ez pedig a Tesla karosszéria műhelye. Hú, az igen. Szóval Tesla karosszéria? Bizony.
Ráadásul itt a régióban egyedül nálunk. Tehát ha összetörik egy Tesla Magyarországon, mondjuk, most fókuszáljunk ide, akkor hozzátok kerül be javításra. Így van. Hát azért ez egy eléggé komoly cím, vagy lehetőség. Igen, és egy elég komoly procedúra is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a közeljövőben nem sokan fognak Tesla minősítést kapni. A Tesla egy nagyon megosztó márka. Sokan vagy istenítik, vagy a mélybe vetik. Igen. Ami viszont, amiben talán különleges, az egyrészt az elektromobilitásban, amit elért, másrészt abban, hogy ugye az alumíniumot nagyon előszeretettel használják a karosszéria nemként, és ez számos olyan újítást hozott. Nem könnyű javítani. Nem, ez egy picit más technológia, mint a hagyományos. Rengeteg ragasztás van, rengeteg szegecselés van benne, illetve hát nyilván a hegesztőknek is egészen máshogy kell viselkedni. És tudtok ezzel az egybeöntött karosszéria elemekkel? Nyilván tudtok. Tudunk, igen. Szakmai titok, hogy kell csinálni? Vagy? Én azt gondolom, hogy nagy szakmai titok nincs, ez az öntvény csak egyben érkezik, nem megvágható, egyben is kell felszerelni. Oké. A többi a szakmai titok, hogy hogyan, ez a része. Jó, oké, rendben. És nyilván abból adódóan egyébként, hogy ilyen különleges a technológia, így a szerszámozottsága is azért jóval magasabb igényeknek kell, hogy megfeleljen, mint egy hagyományos autónál. Nagyon sok speciális szegecs van hozzá, és nagyon sok speciális anyag. Ugye a ragasztás már sok márkában elterjedt, tehát nem csak ennél, hanem azért. Itt a nálunk található márkáknál is, de ez is egy olyan különleges dolog, sokszor az emberek így végigmondják, hogy jó, így ragasztva van a karosszéria. Bizony, nagyon sok autó. Pedig egyébként nagyon is biztonságos, és ahhoz a kötés az bizony nagyon erős. Hát a repülőiparban is használják. Igen, hiszen egyébként súlyban meg nem mindegy, és nyilván a ragasztás minősége az pedig van olyan jó, hogyha az jól van megcsinálva, mint egyébként egy varrat. Merre tovább? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy most körbesétáltunk, láttunk minden, és mint a túra alkalmával is, hogyha sokat megyünk, sokat sétálunk, megéhezünk, úgyhogy én azt javaslom, hogy együnk. Befejeztük a sétánkat az autóvárosban, hát a nyersanyag röpke másfél órába telt, amíg bejártuk ezt a 19 márkát, ez pedig itt a tulajdonos egyik autója, ez az élményautó, és nekem ez egy dolgot jelez, hogy azért itt az ész meg a szív még mindig jó helyen vannak. Köszönöm, hogy megnézted ezt a mai videót, ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel a Facebookon, Instán, TikTokon, YouTube-on, mindenhol várlak. A Sálmán búcsúzik, szavaztok, aloha!